Arcképek a falon, terített asztal, imakellékek és öltözetek. Ezek segítségével csöppen a látogató a nyíregyházi zsidóság mindennapjaiba, a Kálai gyűjteményben. A terem másik felében pedig már kiragadott, a gettókban papírra vetett levélrészleteket olvashatunk. Ebben a kiállításban hatalmas érdeme van dr. Liczu Zoltán történésznek, hiszen ő ennek a korszaknak nagy tudója, de Nyíregyházán magánszemélyektől, a Józsandás Múzeumtól, a levéltártól, sok helyről került hozzánk, Budapestről anyag, sőt még a színház is segített korhűjelmezzel, úgyhogy nagyon szép és nagyon gazdag kiállítással várjuk a látogatókat. A kiállítást Izrael állam tiszteletbeli konzulja Hunyadi László nyitotta meg, és rendkívüli eseménynek nevezte a tárlat létrejöttét, mely lehetőséget ad az emlékezésre. Azért is jelentős, vagy mondanám, hogy rendkívüli ez az alkalom, mert most bármennyire is próbálunk a múltban gondolkodni, de mégis itt vagyunk a jelenben, nem kerülhetne sor erre az eseményre a világ számos városában. Legyen ez akár Nyugat-Európa, legyen ez akár Amerika, máshol is. Mert most, október 7-e óta egy félelem van a zsidóság életében, és az izraeli állampolgárok életében is. Azért, mert hirtelen a mindig is ott lappangó antiszemitizmus a felszínre tört. Úgy érzik sokan a világon, hogy újra szabad a pálya, tehát lehet nyíltan is antiszemitának lenni. Liczu Zoltán több évtizedes kutatásának eredménye látható a falakon, valamint a vitrinekben. Az ő segítségével tárták fel a nyíregyházi zsinagógát és annak melléképületeit. Ez nagyon sokat jelent, hiszen én több mint 35 éve foglalkozom a nyíregyházi zsidóknak a történetével. És most jött el az az idő, amikor mintegy összegezni lehet az összes kutatást, amit eddig elvégeztem, és alkalom rá a 80 éves évforduló, a tragédia 80 éves évfordulója, amiben úgy gondolták a kollégáim, akik segítettek, hogy nem csak azt kellene bemutatni, hogy mi történt 80 évvel ezelőtt, hogy történt a deportálás, a gettósítás és a gyilkosság előkészítése, hanem állítsunk emléket a nyíregyházi zsidóknak attól kezdve, amikor beköltöztek a városba. 1840 volt ez az év, amikor az első zsidó lakos beköltözött a városba. Itt van mögöttünk éppen az a vitrin, ahol az ő bejegyzése van, ahol kéri a polgárok közé való bevételét. Ugyanis amikor ők idejöttek, akkor már 3 év múlva, 1843-ban, öten megvették a temetőt. Ez előírás a zsidóságnál, hogyha valahol letelepednek, akkor azon a temetőt kell venni, és mikvét, rituális fürdőt kell létesíteni. Tehát elkezdték megteremteni a hitközség hitéletéhez szükséges intézményrendszert, a temető, a mikve, aztán rabbik lettek, aztán jött a zsinagógaépítés, iskolaépítés, és utána pedig hát a legnagyobb alkotásnak tekintem én azt a 20-as években, hogy megépült a zsidó kórház, amit nem nagyon tud ma senki sem, hogy az a nagy SZTK épülete. A kiállítás április 24-ig tekinthető meg kedden, szerdán és csütörtökön Liczu Zoltán tárlat vezetésével. Továbbá a 7. és 8. osztályos tanulókat, illetve a középiskolás diákokat múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várják majd a Kálai gyűjteményben.